A 80 négyzetméteres ingatlan, illetve a hozzá kapcsolódó melléképület teljes terjedelmében égett. A tűzhöz a szolnoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. Kigyulladt egy 80 négyzetméter alapterületű családi ház és a hozzáépített melléképület belső tere Rákóczi falván a Jókai Mór utcában. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugárral avatkoztak be, és megfékezték, hogy a lángok tovább terjedjenek a tetőszerkezetre. A tűzoltók az eset során 3 gázpalackot, illetve 1 orvosi oxigénpalackot hoztak ki a lángoló épületből. Az ingatlanban összesen 7 éltek, közülük 4 rokonokhoz költöztek, 3 ember elhelyezéséről pedig a helyi önkormányzat gondoskodott. Az egységek az oltás közben megbontották az épület tetejét, továbbá kivittek az ingatlanból 3 gázpalackot és 1 orvosi oxigénpalackot is.